Sziasztok, srácok! Ebben a videóban én ezt kihívásának fogok eleget tenni, és meg fogom sütni az elnöki Fanta torta szelet süteményt. Tekintve, hogy az Inez annyira szép fantatortát csinált, hogy hát ciki lenne, hogyha az elnök nem csinálna jobbat, így én már nekifutottam egyszer ennek a próbálkozásnak, de nem sikerült, úgyhogy majd a végén látni fogjátok, hogy az előző próbálkozáson hogyan sikerült, most viszont úgy döntöttem, hogy egy igazi vérbeli cukrász, egy mester cukrásznak a segítségét fogom kérni, aki nem más, mint Dulc Gábor, a Lapanna cukrászdának a mester cukrásza. Hát üdvözöllek itt a te konyhádban. A te konyhádban vagyunk most egy nyárban. A nyárban, igen, így ez lett a részes. Igen. Szuper. Én is felveszek egy köteit addig. Gyerekek, életemben először van rajta milyen. Tisztázzuk egyébként: Fanta torta, Fanta szelet, Fanta torta süti szelet, Fanta szelet torta süti. Ez most mi? Hát te eredetileg szelet, ugye? Aha. De mi tortát csinálunk? Mi tortát csinálunk? Akkor mi Fanta tortát csinálunk, mert az Inez is Fanta tortát csinált, úgyhogy nem árt felvenni a versenyt. Úgyhogy reméljük, hogy jól fog belőle kisülni. Kibérte előre a dolgokat, hogy ne borítson az életedet. Így is elég nehéz lesz. De segítünk, hogy könnyű legyen, egy egyszerű beszédet találtam ki neked. Gyors lesz és finom lesz, és Inez levenjük. Inez levenjük, ezt tetszett. Na szóval, akkor fizikailag te nem segítesz, tekintve, hogy az a kihívás. Így van. Akkor nekem marad a munka része, te pedig csak az elméletet adod hozzá. Van itt 4 darab előre letört tojás. Amit gondolom, ebbe kell beletenni. Így van. Nem mellé, hanem bele. Jó, hát igyekszem. Cukor a következő, azt beletesszük. Hát akkor a cukrot beletesszük. Hát mennyi cukor? Ez 6 előnk kanál, nem? 16 ekerek, ez pontosan. Jó, és akkor most gondolom, el kell keverni. Elkezdheted azzal is kicsit, hogy izzadjál, és utána majd eltesszük a gépbe. Ja, hogy akkor ezt megcsinálja, ha megcsinálja a gép, akkor én nem gyúrok hozzá. Na, hát akkor szereljük be a gépbe. Jó, hogy ez már megy is a gépbe? Aha. Akkor jó. Tehát akkor a cukros tojást ide berakom. Ugye? Föltekerhetem maximumra? Igen, csak előtt ne kell hajtani, mert akkor... Én azt hittem, hogy ez így magától csinálja. Gyerekek! Ez nagyon komoly. Addig nem tudok más csinálni? De. Akkor addig menjünk vissza. Most pedig, ameddig készül a tojás, felverődik a vasár. Olyan előre kimértük, ezt mikróban meg kell melegíteni, a mikrót közelre tettük, hogy nekem is sokat menni. Cukrász, hogy föltekerik a mikrót, aztán mi mindig szemben megyünk. Talás, a fülre. Jó, te cukrász, ne én cukrász, hanem... De most tanuljuk el az elejét, hogy mindjárt tudni. Jó, és akkor... Megolvasztjuk, és utána fogjuk beletenni a csokoládét. De ja, én azt hittem, hogy ez valami díszítésként. Nem, ez benne lesz, ettől lesz más különlegesebb, hogy nem kakaóbort használni csokoládét, és biztosan nem... Tehát most is tanulhattok valami újat, mert hogy mi nem kakaóbort teszünk bele, hanem csokoládét. És miért jó, hogy a csokoládét teszünk bele? Teljesen más is az ideálva, illetve lisztet nem lehet sehol, nem is kerestel. Tényleg. Mert a csokoládé lesz, amit megtartja a piskutának a... Tehát ez liszt nélküli fanta... Igen, mert egészségesen érünk meg. Na gyerekek, ez egy egészséges fantatorta szelet süti. Fantatorta szelet süti. Egyelőre tojás színe van. És akkor most beledobálom a hozzá az összeset. Csokoládé mindent ott tölni bele. Mindet? Igen, ahogy. Tehát akkor most beledobom a csokit ebbe. Aha, igen. Jó. De mindet egyébként? Mert hogy... Mindet. Na erre én esküszöm, nagyon kíváncsi leszek, gyerekek, hogy milyen, amikor nem teszel bele lisztet. Azt lehet, hogy elfogom. Ez mondjuk cukor nélkül egyébként meg lehet csinálni? Tehát mondjuk cukormentes... Meg lehet szívítja, vagy edítik róla. Gyerekek, ezt próbáljátok már ki ti, hogy milyen, amikor cukormentes étcsokival csináljátok. Van cukormentes étcsoki. És cukor nélkül, hanem édesítőszerrel? Ezt próbáljátok már ki, és a Szabika és a srákok csoportban tegyetek már fel képet, hogyha egy nagy kukták vagytok, hogy milyen lett az állaga, és hogy néz ki? Na, szépen kevered, amíg feloldódik, amíg hajad is milyen... Hajálod nincsen? Jó, és akkor ezt öntsem bele ebbe? Nem, először a tejszínt kellene beöntani. Van egy kis kerékben tejszínt, azt ott a tojásba. Szuper, nagyon ügyes vagy. És akkor ő vele keverjem. Te jó ég, mennyi volt még benne! És
akkor ezt így előből, vagy így tök mindent? Teljesen addig el kell keverni, míg elkezd sötétedni. A irányt is változ fel. Sötét, mint a lelke. Shrek and roll! Csináljuk! Juhé! Ezt ki kell töltenie, mint kettőt? Kettőbe, igen. Egy kis tiszta Nutella. Csak mondom. És akkor most beteszük a sütőbe. Igen. Ahogy mondtad, szuper! Picit nagyobb, mint a házszatány sütőbe. Hát egy picit. Pont annyival, hogy két Fanta torta szeretnél készülni. Így. És... megvárjuk, ameddig. Mennyi idő? Nem. Jó, hogy most teszünk. Repül az idő, repül az idő, repül az idő. Megszűnik készesen a szem. Repül az idő, repül az idő. Shrek and roll, mi lesz a következő lépésünk? Amíg sül a kiskutár, addig a könyvet el tudjuk készíteni. Jó. A szép kis elényben ezt a vajat be kéne belavolni. Azt az egész vajat? Aha. Tehát ez piac! Piac! Igen, és daraboljuk bele. Csak daraboljuk bele. Ha azt mondja, mert ezt ki fogjuk magasítani. Jó, hát itt van. Szuper, egy kicsit melegítsük meg, amit fogom. Ezt is? Jó. Jó. Ameddig az elkészül, addig tudunk esetleg valami mással foglalatoskodni. Magyar Fantával? Nem? Fantag maximum indiaksz. Ja, mert ebből lehet inni. Egyébként akartam kérdezni, hogy lehet ebből inni. Lehet. Mert hogy szomja halok egyébként. Puh. Szóval, addig ameddig a többi elkezd adni. Annyira ledényben ezt túl szépen beletesszük. Leszörjük le egy citromhíjat. Meg beletesszük ezt külön. Van ilyen citromhíjat. Akkor ezt ebbe bele, ugye? Aha. Rám. Ne. Annyira nem vagyok konyhába való egyébként. A grillezésen kívül egyébként nem nagyon értek máshoz, kivéve a kajrendel is. Olcsón tudok pizzát rendelni. De ennyi. Jó, akkor ez a... micsoda ez? Az a bourbon, vaníliás cukor, amiben vanília... Bourbon, vaníliás... Bourbon. Igen, ez a vaníliára egy típusa. Riva bourbon. Sima a vaníliás cukor, és bele van darálva. Ez bele a bourbon. Lehet bele az mindig. Juhé! Oké. Porcukor, ezt láttam a mellett. Az még rájön. Az még rájön, és akkor most belereszelem a citromot. Az egészet, vagy csak a héját? A héját, igen, de úgy, hogy a sárga részét csak, tehát a fehér, a héj alatt van a fehér rész, az meg bekerüljön beled. És minden vékonyabb van bele a fehér rész, hogy ez kesik. Vehet bele a vaj. Mind? Mind, igen. Nem kell elkeverni egy ilyen? Nem, mert ez a spatulával szépen tudod az elég alján is. Valamit gondolod. Ennek? Ennek? És akkor belerakod a cukrot is utána. Akkor itt is le van egyszerűsítve, hogy mindent egybe rakunk. Más receptreknél ott szokták, hogy külön... De akkor azt nem nekem kell egy... Hanem a gépünk el, ugye? Így van. Jó. Ez egy picit jobban néz ki, mint amit én csináltam múltkor. Lehet, hogy a kabát teszi ezt a... Lehet, hogy a kabát teszi ezt a sikert. Jó, akkor a Fantával ebben az egyébben 35 deka. Hát akkor ebbe beleöntök lazán 3,5 deka. Vagy 3,5 deka. Többit megijadunk. Többire nem lesz szükségünk. Iiii! Ezt nézzétek meg! Gyere mutatok! Ezt nézzétek meg! Na! Ezért minimum az, hogy okleveles cukrász vagyok. Átírjuk a mesterlevelet. Jó. Hát Dóth Gábor, Szabó, csak ti ezt majd nem ugyanak. Jó. Tehát ez hibá. Jó. Jó, akkor ez megvan. Oké. Okay. Ebből egy keveset át kell önteni a pudingforra. A keveset az mit jelent? Hát körülbelül egy harmadát. Egy harmadat? Egy harmadát, aha. És akkor a hamperővel szépen simára keverni. Meg fog oldani. Jó, szép. Hát is az egy harmada az így ennyi, nem? Jó, van. Körülbelül egy. Kimérések mestere vagy, hogy gyerekek. Csomómentes, hogy követve az ötöket. És akkor kapcsoljam be? Aha. Oké, onnan van. Jó, citromot, ezt félbe kéne vágni, csak aki ki is nem most az alatt vagy. És a ketté tépem az nem jó? Járok edzeni. Gyerekek. Hát a
azért értek hozzá, mondjuk ki, nincs ilyen citromcsacsaró? Akkor így belefolytatom a kezembe. Hát a másik kezembe enged, és akkor át. Másik kezembe enged, és akkor a mag fölmarad a kezembe. Aha. És tényleg fölmarad a kezembe a mag. Sok mindent tanultál ma már. No, időközben elkészült a piskótánk, legalábbis így most a kész van, ugye? Azt mondod, hogy kész van. Mint egy Boeing 823-as, nincs is ilyen csak osztal erre ki. Na, akkor ezt kiveszem, és akkor... Jaj, de jaj! Hű, de jaj! Gyertek, sessünk együtt, fontatortát! Gyertek! Mi kérdék? Meg Szabi Eszter! Meg Gábor! Na, szóval... De elkészül, de szálljuk ki hűlni. Oké, szájpert. Hát rendesen ki kell hűlnie, az fél óra. Legalább. Fél óra? Hát, így van. Akkor fél óra. Addig buli van. És akkor erre fogjuk rákenni a krémet. Jó, ez most már csak megvan, nem? Ez így egyenesen szépen. Egyenesen? Így? Ja, és akkor most ezt így... Én ezzel megvagyok szerintem. Jó, szállam, rendben van, ennek kijavítom, jó? Akkor megcsináltad volna te is. We are the champion. Belement egy homokszem szál, puskolt a darab a szemembe. Tehát a lényeg az, hogy ezt így rá kell spatuláznom. Amikor megláttalak, az ibrembe zártalak. Csak akkor csak egy simán körbe? Amúgy nagyjából most telt el az az idő, amikor ki kéne venni. Hozod a tortát? Hozom. A torta? Jaj, nem jutott. Hát ez nem. Mert egyébként itt a háttérben közben készült egy másik torta is. Igen. Ugye a mesterszakácsok. De ezen van makaron is, ugye? Igen, van ez a minden. Ez egy pucértorta. Pucértorta, mégis tele van. Ez az üzletünknek az egy speciális terméke. Nagyon kedvelik a vendégek. Különleges díszítésekkel csináljuk. De hogyha nem, majd megnézem a mi tortát. Jól van. Na, jó lenne a te tortád akkor. Ezt ki lehet így nyomni? Ha továbbít is, akkor olyan szóval. De körbevágod így, csak így. Nem, ez... Hadd szedjen ki én így. Én is tanítok neked valamit. Na tessék, nézd meg. Figyelj. Jaj, várjek! Na, megvan! Tessék! Na, és most hogy mész haza így? Nekem jó így. És most. És akkor most reszeléket? Egy dobáljam rá? Ahogy szeretnéd, hát az üveg az úgyis meghatározza az egész tortát, úgyhogy mindentől kezdve. Ahogy szeretnéd. Nagyon kicsit vágok, jó? Mert... Jaj, itt dobálózunk. Nagyon kicsit vágok. Mindenkinek jusson. Egyébként most nem azért, gyerekek! Jaj! Bocsánat! Nézd meg, figyelj! Fefman, megvan ugye? Jaj! Menj elő, menj elő! Fefman játékunk. Azért megvan. A Fefman, ez egy ilyen Pac-Man-be lehet elakított fantás játékunk. És mindig plázákban lehet vele játszani, és van ilyen közönség találkozó is. Tessék! Fanta torta sütiből Fefmanos! Játéktorta szelet sütemény. Na, akkor kóstoljátok meg ti is. Illetve, mint ahogy mondtam, várom tőletek azt, hogy cukormentes verzióban ti meg tudjátok-e otthon csinálni, úgyhogy akik ilyen nagy kukták, főleg így a családban, nagy kukták és cukormentes étcsokoládé kell hozzá. Ja. Na, de most nem azért, de... Nem azért mondom, de azt mondtad, hogy
elmegy, de közben már te megetted többet, mint én. A lényeg az, hogy próbáljátok egy cukormentes verzióba. Cukormentes egy csokoládé kell hozzá. Igen, édesütőszerű. És van cukormentes Fanta is. Igen. Aki esetleg nem akar kimaradni a jóból, az mindenképpen megpróbálhatja ezekkel. Szóval nem kell aggódni emiatt, hogy ez csak cukros módon elkészíthető. De itt nagyon durva, tehát ebben egy gram liszt nincsen. Hát, semmi. Semmi liszt, gyerekek. Úgyhogy brutális. Én nagyon szépen köszönöm ezt a receptet és ezt a lehetőséget. Kösz, most már én is csak igen. Hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommentben írjátok meg, hogy ti sütöttetek-e már, mindent csináltatok-e már ilyen fantatorta szeletet, és ha igen, akkor hogy sikerült, illetve a Szabika és a srácok csoportban, hogyha megcsináljátok a hétvégén, akkor tegyétek föl, osszátok meg velem, hogy még is nektek hogy sikerült, és mindenképpen látni akarom, és be akarom lájkolni. Hogyha esetleg követnétek a többi oldalon, akkor Instagramon megtaláltok Szabi S néven, Facebookon is Szabi S néven, illetve gondolom a Lapalmacuk rezert is megtaláljátok. Igen, ti is tesztek ki mindig egyébként képeket arról, hogy miket csináltok? Facebookon élünk. Na, tehát gyakorlatilag ott tudom mindenki követni, Instagram is, de Facebookon ott aktívok.